Mag és Maghé család és egyesület mindezt rendezett keretek között Márton napjának szentelve. A hagyományőrző délutánon nem történt más, mint egyéb rendes hétköznapokon, hiszen a rendezvénynek otthont adó szabadművelődésháza ismét gyermekzsivallyal telt meg. Nagyon szeretjük a Márton napot, hiszen nagyon sok minden van Székesfehérváron, és egy nagyon profi csapatnak a munkájába kapcsolódhatunk be, hiszen a múzeumtól a piacon át az öreghegyi pincesorig mindenütt zajlik ilyenkor valami, így hát a szabadművődésháza sem maradhat ki. Mi elsősorban a gyerekekre koncentrálunk, és nekik szeretnénk élményt adni kézműveskedéssel, illetve a népi táncsoport bemutatkozásával, valamint egy bászszínházi előadással. A kézműves foglalkozás megmutatta, mire képes gyermek és felnőtt együtt, miközben a néptánccsoportok a jövő színpadra termett fiataljai már az előadásokra próbáltak. Ági néni által egy táncot fogunk előadni, melyben lesz üveges tánc, csárdás. Az elfogadott hangvétel korán sem véletlen, ugyanakkor Barnabás már ismeri a színpadhoz vezető utat. Reméljük, hogy nagyon jó lesz, mert hogy gyakoroltuk eléggé sokáig. Én már ez az 5. év, hogy járok néptáncolni, és nagyon szeretem, nem szeretném nagyon abba hagyni, csak viszonylag van sok elfoglaltságom, de járni szoktam szereplésekre. Nils Holgersson Márton lúdja nem került szóba, nem is kell, hiszen van nekünk saját Márton napunk a hozzátartozó örömökkel bőségesen.